Nyilván az NB1-ben nem könnyű állást kapni, ráadásul itt Zalaegerszegen, ez nekem különösen fontos ez a klub. Lehet, hogy egy más klub keresett meg volna ugyanebbe a helyzetbe, akkor azon elgondolkoztam volna, viszont az Zalaegerszegen egyáltalán nem gondolkoztam, hanem az első kérdésre, hogy szeretnék ez a Zalaegerszegen edző lenni, rávágtam, hogy természetesen. Waltner űzi az övét, szíve szerint tényleg becserélné saját magát. Ádám vezeti keresztbe, az úgy helyzet lehet! Gól! Egyenlít a Kaposvár a 87. percben! Waltner szenvedélye csak meghozta az eredményét. Itt 12 jó edző van, mert véletlenül nem nevez neki az NB1-be csak úgy valakit edzőnek, de mindig lesz kettő kieső. És az a kettő kieső, ott lesz két edző is, aki azt mondják, hogy lehet, hogy nem végezte jól a dolgát, de én nem így gondolkozok, mert annó még 2005-ben például Pintér Attilával kiestünk a Vasassal, de a Pintér Attila egy nagyon-nagyon jó edző. Kocka Henriett, a kolléganő megkérdezte Waltner Robertet, hogy miért ment ki az ultrákhoz. Egyszerű az oka, Waltner Robert azt kérte az ultráktól, a szurkolóktól, hogy ne szidalmazzák Illés Jánost, a Kaposvár ügyvezetőjét, minden esélyét, mert hogy nem érdemli meg. Sok esetben még játékosnak érzem magam, pedig már nem vagyok az, és én úgy elég közvetlen vagyok a játékosokkal. Eddig a csapataimnál nem éltek ezzel vissza. Nyilván megkövetelem azért a fegyelmet, tehát az nálam az első szempont. De jó csapategységet szoktam kialakítani. Azt gondolom, hogy van egy ilyen képességem, hogy így sikerül így a csapaton belül kialakítani egy jó hangulatot, és ez is itt megvan. Tehát jól dolgoznak, nem tudom, egy rossz szavam nem lett az edzésekre. Azt gondolom, hogy jó a viszonyom velük, és remélem, hogy ez meg is marad, és bízom benne, hogy az eredménnyel is fog párosulni.